Ismét a Gulyásé volt a főszerep a megye székhelyen. Az előkészületeket a csapatok már kora reggel megkezdték szombaton, azonban érdemes volt 10 órakor egy kis szünetet tartani, hiszen ekkor hivatalosan is elstartolt a 24. Gulyás Fesztivál. Kinőtte magát, rengetegen jönnek, rengetegen jöttek, de a fő cél az az, a mai napig az, hogy itt mindenki érezze magát jól. Ha katona, akkor azért pihenjen, főzzön, főzze azt, amit ő tud. Ha valamely cégből, akkor onnan. Ha valamelyik család, akkor az a család. Az egész a családokról szóló rendezvény egy kohéziót kialakító rendezvény. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog szerte a világban, és különösen most, amikor szanaszerte vagyunk. Nem baj, ha ilyenkor összejövünk, megosztjuk egymással az örömöket, nehogy Isten a bánatokat. A rendezvényen idén is részt vett a honvédség. Ők is a bogrács alá gyújtottak, és elkészítették gulyásukat. De a pihenés mellett a fesztivál vendégeinek egy bemutatóval készültek. Így kicsik és nagyok közelebbről megismerhették a katonák munkáját. A gasztroversenyre a Magyar Honvédség parancsnoka is ellátogatott. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Szolnok egy olyan város, ahol otthon érezhetik magukat a katonák. Itt a katonák nyugodtan élhetnek. Hiába zajongunk, hiába lődözünk, hiába vannak a helikopterek fent, hiába jönnek az ejtőernyősök. Mindig pozitív a megítélése a katonáknak. Nem tudok mást ígérni, csak hogy ami képességünk nekünk van, az itt ma a Gulyás Fesztiválon is hozzátesszük. Főzünk is, zenélünk is, bemutatót is tartunk. Pihennek is itt egy kicsit a katonák, de csak azért, hogy utána visszatérhessenek a gyakorlótérre, és visszatérhessenek a feladatokba. Annak érdekében, hogy igenis biztosítjuk ezt a biztonságos környezetet nem csak itt Szolnokon, hanem az egész országban. A Gulyás Fesztivál az ország egyik legkomolyabb hagyományokkal bíró gasztroversenye, ami több nehéz időszakon van túl, de népszerűséget továbbra is töretlen. Azt viszont minden évben elmondom, hogy köszönöm Szolnoknak, köszönöm a szolnoki embereknek, a szolnoki családoknak. Ezt a Gulyás Fesztivált nem a Sányi szerintette nagyjá, ezt a Gulyás Fesztivált a szolnoki emberek tették nagyjá. Eljöttek, itt vannak, sokan vannak, és megmutattuk a világnak, hogy mi létezünk Szolnok. A Tisza-ligetben éjfélig mulathattak a fesztiválozók.